Üdvözlök mindenkit, Robert vagyok. Ebben a videóban a Prága kapu Trágni című játéknak az egyszemélyes előkészületeit fogom bemutatni. Lássunk is hozzá! A Prága kapu Trágni című játékban IV. Károly cseh király idejében megyünk vissza Prágába, ahogy a cím is mutatja, és gazdag polgárok szerepét fogjuk betölteni, akik különböző építkezési feladatokat szerveznek meg a középkori Prágában. Ilyen lesz például a Károly híd, az éhségfala, valamint egy katedrális, és még egyéb épületek. Na nézzük is. A játék egyébként egy igencsak komplexebb, tehát egy heavy, vagyis nehéz euró. Ahogy láthatjátok, itt nekem van egy plusz lap, ez lesz majd a egyszemélyes játéknak a szabálya. Egyébként a szabálykönyv tartalmaz egy egyszemélyes játékmódot, viszont utal is a szabálykönyv egy másik egyszemélyes játékmódra, amely a kiadó honlapján lehet letölteni, az ez a lap lenne, valamint ki kell hozzá nyomtatni még 5 darab kártyát, ez az úgymond Peter Parler elleni játék, erről majd még mesélek. Én mindenképpen ezt ajánlom, mert ez sokkal interaktívabb, mint ami a szabálykönyvben abból benne van. Na, ahogy láthatjátok, a doboz igencsak tele van, ami egy pozitívum, viszont ettől függetlenül nekem azért eléggé vegyes érzéseim vannak a játékkal kapcsolatban bizonyos szempontból, és az első ilyen a rendező. Szerintem ez a játék megkövetelné, hogy legyen benne valamilyen rendező. Mint láthatjátok, rengeteg alkatrész, rengeteg kis lapka, úgyhogy én szerintem ez nem nagyon kérdéses. Egy ilyen kaliberű játéknál a rendező megléte, bármilyen alap, tényleg valamilyen kis egyszerű rendező mindenképpen szükséges lenne. De cserébe, hogy azért jókat is mondjunk, amit láthatjátok, vannak 3D-s kis játékelemek, mint például ugye a éhségfal, vagy katedrális, amit majd meg kell építenünk. Ezek azért teljesen, tehát tényleg feldobják a játékot, nincs feltétlen szükség rájuk, majd meglátjátok, tehát nem kötelezően kell használni. Kivételt képez ez alól a Károly híd, tehát ezt muszáj használni, de a katedrálist és az éjség falat azt nem. De ettől függetlenül jó, hogy vannak. Na, jöjjön a következő, most egy picit ilyen jó hír, rossz hír, jó hír, rossz hír típusú felsorolás jön. Tehát ugye volt, hogy jó sok alkatrész van, tele van a doboz, viszont ott volt a rossz hír, ugye a rendező hiánya. Aztán ott volt ugye a jó hír, hogy vannak 3D-s alkatrészek. Akkor itt a tábla, térjünk rá a táblára. Nos, a tábla, én szerintem, már ez a személyes véleményem, láthatjátok, szerintem ez indokolatlanul nagy. Biztos vagyok benne, hogy lehetett volna kisebbre elkészíteni ezt a táblát. Cserébe egyébként nagyon szép, tehát tényleg én azt mondom, hogy szép, mert nekem tetszik, de méreteit tekintve ez szerintem tényleg indokolatlanul nagy tábla. Viszont még az alkatrészekre visszatérve, azért az alkatrészeknek a minőségével tényleg nincs semmi baj. Nagyon jó minőségűek. Úgyhogy arra nincs panasz. Na, talán még a táblát azért egy minimális kritika érte egy-két ember részéről, ahogy olvastam. Itt a várost, ahol építeni kell majd az épületeket, picit túlzsó voltnak találták sokan, hogy nehezen találták meg azokat az információkat, tehát hogy tényleg ilyen zsúf volt. Egyet tudok érteni velük, bár azért azt is hozzá kell tennem a játék védelmére, hogy szerintem miután az ember játszik egy-két játékot, utána ez a probléma már nem áll fent. Tehát azért utána már rááll a szeme arra, hogy mit kell nézni, megtanulja, és egyébként ez majdnem minden játékkal így van, hogy nyilván először szokatlannak tűnik, de aztán meg lehet azt tanulni. Úgyhogy itt azért mindenképpen megmenteném a játékot, és hangsúlyoznám, hogy egy nagyon jó játékról van szó, tehát minden hibája ellenére
egy nagyon jó játék. Na, akkor ezek megvannak. Hát akkor kezdjük előkészíteni szerintem a egyéb alkatrészeket. Azt mondja, hogy ehhez fog kelleni nekünk egy kis tároló. Ide teszem. Akkor kell majd nekünk egy ilyen akciólapka. Azt mondja, hogy a szabály még lehet, hogy mindjárt fog kelleni. Kell még akkor ezek a kis lapkák. Még ezekben nem fog kelleni mindegyik. Először előkészítem a híd lapkákat. Külön van nekünk ilyen arany, meg talán ezüst híd lapka. Az egyik a játék végi pontozásra fog szolgálni, a másik pedig, tehát az arany, ami játék végi pontozó feltételek vannak, amiket meg lehet szerezni, ezeket keverjük meg, és akkor hármat rakjunk ide az éjségfal elé, a neki fenntartott helyre, valamint itt még lesz egy, akkor ezt ide rakom, ezt pedig ide rakjuk a Károly híd elé. A maradék hatot, ilyen kis ezüst lapkákat keverjük meg, és rakjuk szintén a hídhoz. Így. Na, gyorsan előkészítem a akciótáblát, hogy az meglegyen. Lesz itt egy ilyen kis pici 5 győzelmi pontos kis, tényleg pici token, vagy kis jelölő. Ezt tegyük ide a 5 győzelmi pontra, amit a kis akciódarú, mert ez egy ilyen darús szerkezet, egy nevelő szerkezet, ami egyébként egy tényleg nagyon jó mechanika, ez adja a játéknak a szívét. Na, 2, 3, 4, 5, 6. Én most a játékot, ha megnézitek, úgy fogom összetapolni, ahogy itt ajánlja az elejére. Tehát a ilyen kezdő beállítást. Egyébként ezeket meg lehetne keverni, és akkor random lehetne kirakni, vagy akár lehetne használni a másik oldalát, a B oldalát, mert hogy két oldalúak, amik kicsit aszimmetrikusabb játékot adnak. Na de, mi most az eredeti kezdő beállítást fogjuk használni, ezt itt találhatjátok a 5. oldalon. Fontos, hogy előbb ezt a kis nyilacskát oda kell tekerni, ahány fő játsza a játékot, tehát 2, 3 vagy 4. Mi most két személyre fogjuk előkészíteni, mert ugye Peter Parler a egyszemélyes játékmódnál, ugye ott két személyre kell. És ezután itt a piros, tehát itt ahol -2 arany van, innen kezdve kell feltölteni, és először egy ilyen lapka, amin van ez a híd, meg ez a ilyen fejlesztés lapka, azután jön a fal, azután pedig egy épület lapkás akciólapka. Aztán megint a híd, megint egy ilyen fal, és végül megint a építés. Na, annyi, hogy a képen fordítva vannak, csak én szeretem ezeket a lapkákat ide, így ide helyezni. Jó, ezzel meg is vagyunk, úgyhogy a szabályt most egyenlőre így ide teszem magam mellé, mert szerintem fog kelleni. Na, készítsük elő most a várost. Lesz itt nekünk két ilyen lapkánk, amiből csak egy darab van, meg van kettőből kettő, és akkor ezekből pedig sok. Na most ezeket, hogy láthatjátok, két oldaluk van, úgyhogy teljesen mindegy, hogy hogy rakjuk le. Itt tényleg csak a bónuszok fognak számítani. Ez adják egyébként az újrajátszhatóságot. Mondhatnám úgy is, hogy a játék az, ami azt illeti, picit olyan érzésünk lesz, mint hogyha ugyanazt csinálnánk folyamatosan, ami igaz is, viszont a játéknak az igazi mélységét az adja, és ez a szabálykönyvben is benne van, és ez tényleg nagyon átadja a játék, hogy az időzítés, hogy mikor mit csinálunk, hogy milyen bónuszhoz tudunk hozzájutni. Mert ha rosszul időzítünk, akkor lemaradunk bónuszról, ha jól időzítünk, akkor pedig hozzá tudunk jutni még további bónuszokhoz. Szóval nagyon sokat számít az időzítés. Na,
Ezeket a lapokat meg lehet keverni, meg lehet forgatni, tehát itt láthatjátok, tényleg két oldaluk van, és ezután szépen rakosgassuk le őket, úgy, ahogy kedvünk tartja. Oda is rakunk egyet, keverünk még rajta, akkor rakunk egyet ide is. Hoppá. Akkor rakjunk egyet ide. És azt nézem, hogy három maradt, ami azt jelenti, hogy ennyi, mert hogy azokra a helyekre, ahol itt mutatva van, hogy három meg négy játékos, oda nem kell raknunk, csak ezekre a helyekre kell rakni. Jó. A többi az mehet vissza a dobozba. Na, hát akkor most jön a legbebecserősebb munka, előkészíteni a különböző lapkákat. Azt mondja, hogy ide került még egy épület, vagy egy fal lapka. Mindenből kettő van, ugyanis két korszak lesz a játékban. Most az első korszaknak a épületeit készítem elő, tehát láthatjátok, hogy ezek épületlapkák, és rajta van egy egyes, tehát első korszak, ezeket ide rakom. Az összes többi ebben az apróba, az pedig, ha jól látom, ezek mind, de nem, még ide került egy épület. Ezek pedig a fal lapkák, szintén első korszakosak. Úgyhogy ezeket is megkeverjük, és szintén ide rakjuk. Akkor jönnek a fejlesztő lapkák. Lesznek nekünk ilyen, hogy ez már második korszakosak. Ezeket én most ide fogom előkészíteni erre a lapra, aztán majd amikor kell, majd előhúzom, és akkor kicserélem velük. Itt van a első korszakos. Hát mennyivel egyszerűbb lenne ezt egy rendezőből csak így kivenni a dobozból, ugye? Na de, mindegy is. Hozzáteszem, hogy amiatt, hogy nincs rendező, kicsit úgy tűnik, mintha több időbe telne előkészíteni a játékot, mint úgy általában egy ilyen típusú játékot, viszont ez nem így van, tehát majd meglátjátok, hogy ugyanannyi idő, mint általában egy ilyen kaliberű játék esetén, csak az érzet tűnik szerintem többnek, mert ez a sok kis pepecselés. Bár mondjuk hozzáteszem, ez azért azt is jelenti, hogyha lenne rendező, akkor biztos, hogy gyorsabb lenne. Szóval gyorsítana, mindenképpen gyorsítana ezen a folyamaton. Mint láthatjátok, még mindig csak a épületeket készítjük elő. Mondjuk ez már most a második korszakos épületek. Érdemes ezeket most előkészíteni, hogy ne majd akkor kelljen, amikor a játék felénél vagyunk. Jó. Ezeket szintén ide rakom. Így né. Ezek a második korszakos fallapkák. Ide. Már csak egy dolog van ebből. Ja, még ez itt maradt. Ez is egy második korszakos. Már csak egy dolog maradt. A speciális lapkák. Hogy láthatjátok, mindenből úgymond korszakonként is kettő típus van. Mert hogy van egy sima, meg van egy speciális. Hát itt is úgy van az épületeknél. Tehát ezek lesznek most a speciálisok a második korszaknak. Ezeket ide rakom külön. Na, hát ezzel végre megvolnánk. Úgyhogy akkor jöhetnek a játékos jelölők. Ja nem, még egy valamit elfelejtettem. Hát, hogy Peternek a dolgait ide teszem a kártyákat, és akkor itt lesz nekem a... Hát ezt én szerintem ezzel meg vagyunk, ez majd fog kelleni, ezt most így oldalra teszem. Vannak nekünk még technológia lapkáink.
amiket majd meg lehet szerezni a játék során, és érdemes is egyébként, mert elég komoly bónuszokat adnak. Ezekből négy típus van. Ezeket szét kell szortírozni. Kettesek. Jó. És akkor van még egyes. Ezek egyesek lesznek. Egy négyes, még egy hármas. Ez is egyes. Még van még egy hármas, egyes, négyes. Na, meg is vagyunk, ezeket csak így ide oldalra rakom. Majd amikor szükség van rá, ebből fogunk húzni a megfelelőből. Na, elméletileg a lapkákkal most már tényleg meg vagyunk. Jó, akkor jöjjenek a kis játékos jelölők. Ugye nekem a kéket kell itt kiválogatni. A kis bábunkat nem a táblára kell rakni, hanem először csak rakjuk így a tábla mellé. Majd később fog felkerülni. Van a győzelmi pont jelölőnk, azt rakjuk ugye a nullára. Akkor szükség lesz nekünk az összes kockára. Ezeket kiveszem. És akkor rakjuk ide a saját kis táblánkra, ugye egy-egy kockát itt a kis daru szerkezetekre, amivel majd jelöljük az erőforrásokat. Egyébként a kezdő erőforrásunk az itt kettes, tehát ez a kis tárcsát rá kell helyezni mind az aranyat, mind a követ a kettesre. Megy egy ilyen kis jelölő a kőbánya sávra, a hármas helyre, valamint az aranybánya sávra, itt a négyesre. Akkor fog menni itt a technológia sávra, legalúra, meg az egyetem sávra egy. És akkor egy jelölőt rakunk ide a katedrálisra, meg egy jelölőt ide a éjség falra. Ide. Na és akkor ez a két kocka pedig ide jön. Akkor hát Peternek most az összes dolgait nem nincs egyébként mindenre szükség, de kiveszek mindent, és akkor oda rakok neki. Peternek az előkészületei egyébként úgy annyi lesz csak, neki a játékos táblára azért van szüksége, ő egyedül a arany és a kő bányáit fogja, tehát a termelést fogja növelni. A többire nem kell sehova egy kis jelölőt rakni. Így. A kockáira viszont szükség lesz, úgyhogy azokat odarakom. Szükség van még erre a két kockára, aminek ugye erre a szintelen kockára, valamint egy harmadik színből kell a bábú, meg három kocka, akkor az összes többi az mehet vissza a dobozba. Tehát ahogy mondtam, Peter nem gyűjt pontokat, ő csak majd stimulál egy játékost, és hát sokszor majd azért igencsak tud minket mondhatni szivatni. Ebből ez két kockát úgy kell elhelyezni, ugye az egyiket ide a fő akciódarura, a másikat pedig itt, hogy ahol ahány játékos játszik, vagy amennyire előkészítjük, ugye most két játékosra készítjük elő, úgyhogy ezt ide rakjuk. Ezt a három kockát, ezt fogja jelölni, hogy Peter mit akar majd építeni. Én most így vakon ezekre rakom, meg mondjuk kezdjük mondjuk itt az építést, teljesen mindegy, hol kezdjük. És akkor már csak egy dolog van hátra, ezeket ki kell rakni, az épületeket. Jó, ide is egy, oda is megy három, így, kettő, három. Ni, meg ebből is három. Így, mi? Látszódjon, hogy még milyen. Valamint egy, ja, bocsánat, mondom, egy speciálist is ki kell rakni. Így. Így, mi? Na, és akkor ezzel, ha minden igaz, most nézem, hogy nem elfelejtettünk el valamit, de talán, ja, még annyi, hogy két épületet fel kell helyeznünk, az egyiket ide rakjuk,
Ugye itt van ez a két játékos esetén, ide mindenképpen építeni kell, meg oda is le kell rakni egy kezdő épületet, ezt pedig akkor így rakjuk. Így. Na, és akkor ezzel megvagyunk, ugye akkor a közterületeket, ezek, amiket a legelején leraktunk, azok megvannak, a kezdőépület megvan, akkor a jelölők megvannak, a kis lapkákat kiraktuk, az akciólapkák kint vannak, a hídlapkák megvannak, a éjségfal, a katedrális, a technológia lapok, az épületek, a kettes, második korszak épületei is ugye elő vannak készítve, az egyéb jelölők itt vannak, ez lesz az akció lapkánk, a játékos lapkánk, vagy játékos táblánk előkészítve, Peter előkészítve. Na, meg is vagyunk. Ahogy láthatjátok, ahogy mondtam, olyan 20 perc, tehát egy ilyen kaliberű játékhoz kell a 20 perc, úgyhogy ez nem meglepő. Na hát én szerintem ne is vesztegessünk több időt itt a beszédre, hanem nézzük is a játékot. Na, újra itt vagyok, elnézést, ahogy azt láthatjátok, a tábla már üres, azért mondom, hogy már, mert a játékon már túl vagyok, majd ahogy fogjátok látni a végigjátáson, elfelejtettem egy fontos dolgot, egy apró, de mégis fontos dolgot a előkészületeknél, a úgynevezett ilyen production tokeneket, vagyis az ilyen termelő tokeneket, ilyen bónusz tokenek ezek, amiket majd ide a folyóra kell rakni. A szólójátéknak a játékszabálya konkrétan megmondja, hogy melyeket kell odarakni, tehát nem az összeset, hanem itt négyet kell összesen, két darab két győzelmi pontosat, egy olyat, ami egy győzelmi pont és egy arany, meg egy győzelmi pont és egy kő. Tehát ezeket kell nekünk így ide rakni, ezekre. Annyi, hogy azt majd fogjátok látni a végigjátszás során, hogy amikor Peter fog belőle választani, ő random válassza, tehát véletlenszerűen, ezért érdemes nektek is esetleg ezt így fejjel lefele odarakni, mert ha fejjel lefele rakjátok, akkor nem tudjátok, hogy mit fog húzni. Amikor ti választhattok, akkor bármelyiket elvihetitek, tehát ott nincs megkötés, de így könnyebben fogjátok tudni, hogy csak elhúztok egyet, és akkor az lesz a Peteré. Na, hát ennyit szerettem volna, elnézést, hogy így visszajöttem, csak mindenképpen szerettem volna, hogyha az előkészületi videóban lenne ez a kis hiányosság pótolva. Na, akkor majd jó videónézést a végigjátszáshoz!